Okay, akkor adjunk neki még egy nagy tapsot. Köszönjük. Let's give them another applause. Köszönjük az életeteket. Thank you for your lives. Nélkületek nem lehetnénk itt. Without you we couldn't be here. Egyértelműen. It's obvious. Van a másik, amit a feleségekről mondanak. Then there's this other thing that they say about wives. Egyszer valamilyen pásztori összevetem mondtam, hol lennénk a feleségeink nélkül? Once in one of the pastors' meetings, I said, "Where would we be without our wives?" And mire az egyik pásztor? And then one of the pastors said, "Az Éden kertjében." In the Garden of Eden. Okay. Okay. Úgyhogy hálásak vagyunk értetek, de. So we are thankful for you. Rendben. All right. A társadalmunknak az egyik nagy gondja. One of the great problems of our society. Hogy nem látja a dolgoknak az értékét. Is that they don't see the value of things. És az anyukák például az egyik ilyen dolog. And one of these things is moms. Csak gondolj bele egy pillanatra, amikor látsz egy anyukát valamilyen tévéműsorban vagy ilyen filmben. Just think of it when you see a mom in a TV program or in a movie. Akkor látsz egy mosónőt, vagy egy mosogatógépet, vagy egy szakácsot, vagy... A dishwasher, a cook, tutira nem valakit, aki tiszteletet érdemel meg. But for sure not someone who jelentős lenne. Who would be significant and would be honorable. És benne van a gondolat, hogy thought is there. Ki kéne törnie ebből, hogy ő megvalósíthassa magát. They should just break out of this so that they could realize themselves. És azért ünnepeljük ezt a napot. And the reason why we celebrate this day here today. Szeretnénk azt mondani, hogy mi látjuk, tudjuk, hogy ez mennyire fontos. Because we want to say that we see, we know how important that is. És az anyák napja az csak egy nap persze. And of course Mother's Day is only one day. De a többi nap is az évben. But also akkor is anyák az anyák, nem szűnnek meg anyának lenni. Moms are moms and they don't cease to be. És ez egy érdekes dolog, nem? And it's an hogy interesting thing. Ez az anya dolog, ez nem egy ez nem egy biológiai dolog. It's not something biological. Egy értelem, azon túl megy, mert it goes beyond. Amikor a gyerek biológiailag függetlenné válik tőled, attól még mindig te vagy az anyja. Because when the child becomes independent of you biologically, you're still their mother. Amikor iskolába megy, when they go to school, akkor is te maradsz az édesanyja. When you still remain their mother. Úgy értem, ez nem az anyaság, az nem alapkiképzés, illetve motherhood doesn't equal basic training. Nem túlélési készségek elsajátításáról szólt, hanem valami többről. És amikor a gyerekek felnőnek, and when children grow akkor up, is az anyák még mindig anyák maradnak. Moms are still moms. Azt hiszem, nem tudom, anyukám talán most épp nincs itt. I think my mom is not here right now. Ja, de ott van, igen, She's there. Igen. Én már felnőttem egy kicsit. I already grew up a little bit. De anyukám még mindig az anyukám. But my mom is still my mom. Úgyhogy ez nem egy jogi felelősség kérdés. So it's also not a question of legal responsibility. Most már nekem kell ülnöm érte. Now if I do something bad, then I have to go to prison for that. De ettől még mindig az édesanyám. She's still my mom. Hogy az anyaság az több igazán, so, motherhood mint is amit more természetileg így össze tudnánk rakni. Then what we could put together naturally. Lenyűgöző, hogy Isten adott nekünk egy ilyen kapcsolatot. And it's amazing that God gave us this kind of a relationship. Minden ilyen kapcsolatban and in all these Isten kind of megmutat valamit a saját szeretetéből felénk. From his own love towards us. Erről beszél mondjuk Efézus 5-ben. It speaks about this in Ephesians 5. A házastársakról. About spouses. Azt mondja, hogy ahogy a Szabi meg Orsi szeretik egymást. So Szabi and Orsi, they love each other. Az olyan, mint Krisztus meg a gyülekezet. And it's like the relationship of Christ and the church. Azt mondja, hogy ez olyan, ahogy Isten szereti a gyülekezetét. It's like ahogy God loves Isten his törődik church, a gyülekezetével. How God cares for his church. És megmutat nekünk valamit benne magából. And he shows something about himself in és, this. És az anya-gyermek kapcsolatban is. And also it's megmutat true about nekünk mother-child valamit relationship. He shows us something a saját szeretetéből, about his own love, a saját törődéséből, his own care, abból, hogy mennyire foglalkozik velünk. About how much he cares for us. És csak imádkozzunk
imádkozzunk röviden, aztán rövid üzenetre még van időnk. We have time for a short message. Mennyei Atyánk, so Heavenly Father, kérünk Téged, we ask you, vezest a szívünket to lead our hearts ebben az üzenetben. In this message. Ha van itt valaki, aki nem ismeri még Jézust, and if there's someone here who doesn't know Jesus, akkor vond őket magadhoz, Uram. That you would just draw them to you. Jézus nevében Jesus áld name. Meg ezt az üzenetet. Bless this message. Amen. 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 Lukács 1:38-ban van egy nagyszerű tanítvány. There is an amazing disciple. Máriának hívják. Her name is Mary. És gyereke fog születni. And she's about to. Holott még nem volt férfival. Give birth to a child, even though she was never in, with a man. És Isten elmondja neki, hogy ez a terv. And God tells her that that's the plan. És a 38. versben. And in verse 38. Ekkor azt mondta Mária. She said. Íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszéded szerint. Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Egy anya. So a mother. És vagyis az lesz. Or she is de mielőtt anya. But before she is az előtt tanítvány. She's a disciple. Mi az, hogy tanítvány? And what does that mean? Valaki, aki komolyan veszi Istent az életében. Somebody who takes God seriously. Valaki, in their aki követni akarja Istent az életében. Somebody who wants to nem follow nagyon God. Bonyolult. It's not so dolog complicated. Ez nem kell hozzá iskolát végezni. You don't have to go to school for that. Nem kell hozzá semmilyen diplomát kapni. You don't nem kell have to receive a diploma for that. Hozzá nagyon elszálltnak lenni. You don't really csak have éled to az életed, just és be theoretical. You just live your life. Komolyan veszed Istent, and you just take és azt mondod, Uram, vezess engem, Lord, és veled szeretném megtenni a lépéseimet, and I veled want szeretnék to járni. Take my steps with you. I want to walk with you. És itt van Mária. And here we have Mary. Valószínűleg 10 éves lány. Probably a teenage girl. És Isten azt mondja neki, and God tells hogy, her, hogy gyereket fog születni. You're gonna én nekem have a child. Van egy elhívásom az életedre. I have a call for your és, life. És ez egy elég nagy dolog. And that's something great. Róma 6:13-ban. Romans 6:13. Isten azt mondja a hívőnek. God tells the believer. Ad nekem. Give me. Ad nekem magadat. Give yourself to az, me. Az egész életedet. Your whole life. A testedet. Your body. A cselekedeteidet. Your deeds. Az idődet. Your time. Ad nekem magadat. Give yourself to me. És bízz bennem ezekért. És én majd these. Használni fogom. And I'm gonna use és it. A legjobb lesz belőle. And I will make the best Máriának out of it. Mary, valóban oda kellett adnia a testét. She really had to azt give her body. Mondania, Isten, she had to say, God, használj engem. Use me. Rendben. És all ezt right. mondta. And this is what she said. Képzeld el, imagine, Isten bekopogtatna hozzád. God would knock at your door. Van egy mondani valóm a számodra. Hey, I have something to tell you. Elmondom, hogy mit fogok csinálni veled. I'm gonna mi a tervem? Tell you what, hova what foglak my plan vezetni? With you is. Mi a célom? I'll tell you where I want to lead you, what my purpose is. Ígérem neked. And I promise you. Legalább olyan ijesztő lenne, mint ez a történet. It would be just as scary as this story is. Ígérem neked. I promise hogy, you. Hogy olyan lenne, hogy ott állna, és it would be like here, it would be standing there. And sokszor kérdezzük. Many times we ask. Honnan lehet tudni Isten akaratát? How can I know the will of God? Csak bátorítalak arra, hogy tegyél egy elég neked, ha tudod a következő lépést. So I just want to encourage you in this, that it's enough for you if you know the next step. A bőven elég az. That's more than enough. Sőt, sokszor az is nagy kihívás. Many times even that is a great challenge. De bátorítani akarlak but ebben. But I just want to hogy encourage you in this. Benne, just dare to Istenben, trust a következő him. Dare to trust God for the next step. Mennyire nagyszerű ez, amit Mária mondott. How amazing it is what Mary said. Itt van az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te beszéded szerint. Legyen úgy, ahogy te mondtad. Behold the handmaid of the Lord. Let it be unto me according to your word. Egy kicsit odébb. And a bit further on. Lukács 1:18-ban. Luke 1:18. Amikor ugyanez majdnem ugyanez megtörténik Zakariással. Almost the same thing happens to Zacharias, the priest. Isten nekik is akar adni egy gyereket. God wants csoda to give them szintén a child too, and that's also a miracle. De mit mond Zakariás? But what does he say? Ő azt mondja. He says, hát ez lehetetlen. It's impossible. Ez lehetetlen. It's impossible. Mi öregek vagyunk. We are nekünk already már nem old. Lehet gyerekünk. We cannot have children. Meg nem is lett gyerekünk ennyi év alatt. Ez lehetetlen. These years we never had a child. It's impossible. Ez nem történhet meg. It cannot happen. És látod a különbséget a kettő közt? Can you see the difference between the two? Zakariás, Zacharias, aki egy tiszteletre méltó ember, who is an honorable man, pap, nyilván, priest, ismeri a Bibliát, he knows the Bible, sokat tud, he knows a lot, és azt mondja, and he says, ez lehetetlen. It's impossible. Ez lehetetlen. Ez it's nem impossible. Történhet meg. It cannot happen.
És ott van Mária, and then there's Mary, aki meg egy tizenéves, a teenager, egy kislány, a little girl, aki készen van, hogy a felesége legyen Józsefnek, who's ready to become Joseph's wife, de még nagyon fiatal, but she's still biztos, very young, hogy nem nagyon tisztelt ember, and I'm sure she wasn't that much honored, társadalmukban, because in their society, amúgy is csak nőből van, she was a woman anyways, hát az nem számít annyit, she doesn't matter that és much, Isten ő hozzá megy oda, but God és goes azt mondja, to her and tells her, szeretnék egy csodát tenni az életedben. I want to do a miracle in your life. I give you a call. Something greater than you. És Mária azt mondja, igen. And Mary says, yes. Zakariás azt mondja. Zacharias says, ez lehetetlen. It's impossible. És tudod, ez annyira fontos and nekünk, it's so ez important az egész. For us, this whole mert ez a hitről szól. Because this is about faith. Nem a képességekről, it's not about nem abilities, a tapasztalatról, experiences, nem a köztiszteletről, not about how much honor we have, nem a tudás mértékéről, and it's not about hanem a hitről. Great knowledge we have, but it's about faith. Lehet hite egy tizenévesnek? Teenager have faith? Lehet hite egy kis gyereknek? Can a little child lehet have több faith? Hite, mint egy sokat tudó Bibliát kívülről fújó felnőttnek? Can they have more faith than an adult who knows the Bible by heart and knows a lot? Lehet. It could happen. Itt a példa rá. And here's an és azt gondolom, hogy ez bátorító. And I think nem this tudom, is milyen helyzetben vagy az életedben. I don't know what nem tudom, milyen nehézségen mész keresztül. In your life now. I don't know about the difficulties you're going through. Nem tudom, hogy az a bajod, moment, hogy házas vagy az a bajod, hogy nem vagy az. I don't know if your problem is being married or not being married. Valamelyik általában mindenki usually, küzdik valamelyikkel. Either one or the other. Nem tudom, hogy az a bajod, hogy túl fiatal vagy túl öreg. Your problem is being too young or too old. Túl szegény vagy túl gazdag. Too rich or too poor. I kind of know for most of us what's the situation about that. But faith is not dependent on that. It doesn't depend on it. Igazából, ha belegondolsz, actually, if you think of it, társadalmunk, our society, politika, az oktatásunk education. Nem tesz nagy súlyt egy emberre nem fontos. On one person. One person is ha egy ember kiesik, berakunk egy másikat a helyébe. Missing, we just put someone mindenki else in their place. Everybody bárkit can be oda replaced. Lehet tenni. Anybody can step there. De Isten but God oda ment Máriához. Went to Mary. Oda ment Zakariáshoz. And he went oda ment to Zacharias. Egy emberhez. He went up to one person. Zsidók 2:9-ben. And in Hebrews 2:9. Azt olvassuk, hogy Jézus megízlelte a halált minden egyikünkért. Jesus tasted death for each one of us. Every single Jézus one of us. Jézus megkóstolta a halált, te érted. He tasted death for személyesen. You. Te érted, a te bűneid miatt, for your sins, a te bukásaid miatt, for your failures, megízlelte a halált. He tasted te érted, for you, személyesen, personally, minden egyikünkért. Every single one of us. Nincs különbség. There is no difference. Ő neki mindegyikünk fontos, for him, every és single jelentős, one of us és nem mellékes. Important and significant. És amikor hív bennünket, and when he's calling akkor us, is egyénileg hív minket. Even then he's calling azt mondja, us alone. One by one, gyere he tells velem egy us, úton, come, amin még nem jártál. Come with me and walk on a road that you've never mutatok walked before. Mutatok neked valami lenyűgözőt, come valami with me, izgalmasat. I'm gonna show you something amazing, something exciting. Mikor megnézzük a Bibliát, when we look at the Bible, akkor ezt látjuk benne. This is what we see in it. Izrael bajban volt. Israel was in trouble. Isten elhívott egy bírát vagy hőst, ha and úgy God tetszik. Called one hero, one és az judge, az ember megszabadította and őket. That person, egy ember. Delivered them. Egy ember. One person. Vagy kicsit később megint or bajban voltak. Later, they were in trouble again. És akkor Isten elhívott and God called egy profétát. One prophet. És az egy proféta and that one prophet szolgált. Was ministering. És átfordította a dolgokat and sokszor. Many times they turned the whole situation around. Aztán nem volt városuk. And then they didn't Isten elhívott have egy embert, and God called one person, Nehemiah. És aztán az megfordította a and dolgokat. He turned the whole thing around. Egy one ember person, jelentősége. One, the significance of és one aztán person, még később, and then even later, ott van Mária. We have Mary. Aztán még később, and even later ott van that, Pál. We have Paul. És aztán még később, and after that, ott vagy te. There you are. Ott vagy te. There Isten you are. Hív téged. God is calling mondja, you. And ah, he's telling you, hozzám, come to me. Gyere én hozzám. Come to me. És én nagyobb célt adok az and életednek. And I'm going to give you a greater purpose. Én nagyobb dolgot végzek veled. I'm going to do something greater hinnéd. With you. Something greater than what you could believe. Something that's going to be amazing. Igen. Yes. Néha. At times. Túl nagy falat lesz. It's going to be too big for you. Egy fejezettel később. A chapter later. Lukács 2:48. In Luke 2:48. Azt olvassuk. We read. Hogy
néha ez túl sok volt nekik. But sometimes it was too much for them. Jézus Jesus tette az ő atya akaratát. He did his father's Isten will. Akaratát, he did the will of és God. És ez néha túl sok volt nekik. And at times it was too much for és them. És aggódtak. And they és were worried. Egész konkrétan kiakadtak. And they got upset. És ha Istennel jársz, and if you're walking with God, akkor lesznek helyzetek, amik túl nagy falat. Which will be too big. De van egy jó hírem. But the good news is, Isten veled lesz. God's gonna be with you. Abban az egészben. In the whole thing. Máté 12-ben azt olvassuk, hogy Jézus tanított, és nagy sokaság követte őt, és a családja hallott róla, és azt hitték, megbolondult. Márk 3.21, ha nem hiszed. És Mária, az anyja azt hitte, hogy Jézus megbolondult, és jött a testvéreivel. Mad, jött, and she came with his brothers, and they came to take him away. Mit mondok? What am I saying? El volt hívva Mária? Was igen. Mary called? Istennek yes. terve volt vele? Did igen. God have a plan with Isten, her? Yes. Isten használta őt? Igen. Did God use him? De yes. néha, but at times, túl nagy falatnak tűnik. It seems néha, that it's just too big for us. Néha, ahogy at megyek times, Istennel, as I'm walking with God, a bukásomból kell tanulnom. I have to learn a hibámból from my failure, kell tanulnom. From my mistake. És néha ez túl nagy and falat nekem. It's too big for me. És ahogy látjuk ezt, and as we see that, ez szerintem kihívó is, I believe it's challenging for us believers, de bátorító but is. It's also encouraging, mert megesik, because it happens, hogy megesik, hogy ez túl nagy falat. It happens that it's too big for us. Nem vagyok képes megállni, and I'm not able to stand, hogy elbukom. And I'm gonna fail. De attól nem kell megkérdőjeleznem. But it doesn't. Hogy van-e Istennek terve? Make me doubt if God has a plan. Mert Istennek még mindig van terve. Because God still has a plan. A János 7-ben azt olvassuk. In John 7 we hogy read. Jézusban még a testvérei sem hittek. That even his brothers didn't believe ők sem in hitték, Jesus. Hogy Istentől van. Even that ami lenyűgöző they didn't gondolat. Believe that he's from ott God. Ott éltek vele egész gyerekkorában. Because they lived together with him all his és mégsem látták. And they couldn't de, see és nem hittek still. Benne. And they didn't nem believe bíztak in benne. Him. They didn't trust him. És volt egy pont, ahol Mária sem. And there was a point where even Mary didn't. De aztán később, but then later, János 19-ben, in John 19, és ezzel be is fejezhetjük, and I'm gonna finish with üzenetet. This. De János 19-ben, so in John 19, ott vannak a sírnál, there they are at the grave, és bocsánat, a keresztnél, at the cross, I'm sorry. 25. vers, verse 25, Jézus keresztje mellett pedig ott állt az anyja. Now there stood by the cross of Jesus his mother. Ez ám a valami. This is something. Ez egy kicsit hatalmas. This is amazing. Máriának egy nap ott kellett állnia. Mary one day had to stand there. És meg volt ígérve. And it was promised. Egy értelemben in tudjuk, sense, we know, amikor megszületik a gyerekünk. When our child is born. Te jó ég. Oh my God. Mi lesz itt? What's gonna happen és, here? És Isten azt ígérte Máriának. And God promised Mary. Lukács 2:48-ban, amit említettem már. Luke 2:48 that I already mentioned. Hogy a szívedet is átjárja a tőr. That lesz egy rettentő fájdalmas dolog ebben. There will be something terribly painful in this. És lesz valami, amit nagyon nehéz lesz elhordozni. And there's gonna be something that's gonna be very hard to bear. Tudjuk, amikor a gyerekünk először volt beteg, milyen tehetetlennek éreztük magunkat, meg mennyire rossz volt, meg ah. And we remember when our child got sick for the first time, how helpless we felt and how bad that was. De itt a kérdésem. But here's my question. Okay, kihívás. Is it a challenge? Igen az. Yes it is. Nehéz. Is it hard? Igen az. Yes it is. Megéri. But is it worth it? Abszolút. Absolutely. És ugyanígy az Istennel járás. And the same way kihívás. Walking with God. Is oh, it a igen. challenge? Yes. Nehéz időnként? Igen. Is it hard at megéri. Times? Yes. And is it worth it? Igen. Ezerszer is igen. Yes. Ezerszer is igen. Yes. Mert ahogy Róma 12:15-ben olvassuk, as we read in Romans 12:15, több könnyen van. I have more
tears. De több örömem is. But also more joy. Több mélységet látok. I see more depth. De több magaslatot is. But also more height. Amikor több van az életemben. And there is something more in my life. Amikor Istennel járok. When I walk with God. Amikor az ő akaratához kapcsolódom. When I'm connected to his will. Ha van egy barátom. If I have a friend. Ahogy szoktuk mondani. As we usually say. Tegyük föl elméletileg, let's hogy a Gyöngyi a barátom. Theoretically. Tegyünk úgy. És ha van egy barátom, so if I have a friend, mi történik? What happens? Akkor látom a könnyeit, then I see their tears, és az nem könnyű, and that's not easy, mert a barátom. Because they are my friend. De a másik oldalról, but on the other hand, látom az örömét I is. Also see their az joy. Életem so my life többfelé ágazik. Goes spreads out in many directions through és her. Ugyanígy, and the same way, Istennel járok, if I walk with akkor, God, ahogy hozzá kapcsolódom, then as I connect to him, az életem my life többfelé ágazik, spreads out in many different directions. It has more örömem, parts to it. I have könnyem, more joy, more tears, more liberty, több tennivalóm, more things to do, és több nagyszerű dolog az életemben. And there are more amazing things in my life. És van, hogy nehéz. And at times van, hogy it's hard. At times it's a challenge. De van egy jó hírünk. But we have a good news. És az ez. And that's hogy igen, Mária ott volt. That yes, Mary was Jézus there. Jézus keresztjénél. At the cross of Jesus. És az nem volt könnyű. And it was not easy. De. But. Aztán. Then. Aztán. Then. Történt még valami. Something else happened. Hogy a feltámadáskor. That at the resurrection, is ott volt. She was also látta present. Jézus she feltámadva. Saw Jesus resurrected. Tudta, hogy a fia feltámadt and she knew a halálból. That her son was raised ami from egy the csodálatos dead. Dolog a számunkra. And that's an amazing thing for us. Jézus azt mondta, Jesus said, bizony-bizony mondom nektek, truly, truly I say unto you, hogyha a földbe esett gabonamag meg nem hal, egyedül marad. Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. De hogyha meghal, but if it dies, akkor sok gyümölcsöt terem. It brings forth és, much fruit. És ez annyira fontos nekünk. And this is so important Isten for us. Isten akaratában in the will of God, vannak dolgok, amiket el kell engednem. There are things that I have to let go. Igen. Yes, ez igaz. That's true. És van, hogy nehéz. And at times van, it's hogy hard. Halálosan nehéz. At times it's really terribly hard to let de, something go. Ha megteszem, but if I do it, akkor lesz egy másik oldala. Then it will have another gyümölcs, side to it. More több fruit, öröm, more joy, több szabadság, more freedom, növekedés. And growth. És ez az, amiről beszélünk. And that's what ez we az, are talking about. Mondjuk, that's the reason why we say Istennel it's járni, worth walking with God ebben az életben. In this life. Amen. Amen. Imádkozzunk. So let's pray. Ennyi, Atyánk. Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Hogy elküldted a fiad. That you sent your son. Hogy Jézus eljött közénk. That Jesus came és annyira us, hálásak vagyunk. And we are just so thankful. Hogy láthatjuk az életét. That we can see his life. A Bibliánkban. In our Bible. Köszönjük. Thank hogy you, láthatjuk az életét. That we can see his a közösségünkben. In our fellowship. Gyülekezetünkben. In our church. Köszönjük Istenünk. Thank you God. Áldunk téged. And we bless you. És hogyha van itt valaki, here, vagy ha neten nézed, or és nem ismered Jézust, Jesus, akkor hozz egy döntést ő mellette. Then make a decision for him. Ez nem arról szól, it's hogy hiszem-e, hogy ő létezik. Whether I believe he exists or not. Sem arról, hogy csatlakozol-e ehhez a gyülekezethez. Nor about joining this church ez or not. Közted és Isten között van. It's between you and God. Neked van egy nagyon fontos döntésed. You have a very important decision to make. Rábízod-e Jézusra az életed? Do you trust your life to Jesus? Hogyha igen, and if you akkor do, ő bejön az életedbe. Then he comes into your life. És ad egy vadonatúj kezdetet. And he gives you a brand new beginning. És megváltoztat mindent. And he changes belülről everything. Kifelé. From the inside nem out. Nem te fogod megváltoztatni magad. Not you're gonna change yourself. Hanem ő fog formálni téged. Gonna mold you. Ad neki a szíved. So give him your heart. És ő elkezdi ezt a munkát. And he's gonna start this ez work. Nagyon egyszerű. It's very ez simple. Egy döntés. It's a decision. A szívedben, in your ő heart, előtte, before him. Kizárólag ő előtte. Just before him. Mondd azt neki a szívedben. Just tell him in your heart. As the whole church is praying. Mondd neki egyszerű szavakkal. Tell him with simple words. Ő hallja a döntésedet. He hears your decision. Tudja, mit mondasz a szívedben. He knows what you're saying in your heart. Mondd azt neki. Tell him. Jézus Krisztus. Jesus Christ. A mai napon. Today. Hozzád jövök. I come to you. Kérlek téged. And I ask you. Ments meg engem. Save me. Tudom, hogy bűnös vagyok. I know I'm a tudom, sinner. Hogy nem vagyok tökéletes. I know I'm not perfect. Jézus, kérlek, Jesus, I gyere ask az életembe. Come into my life. Légy az én megváltóm. Be my savior. Adj nekem új szívet. Give me a new heart. Új kezdetet. A new beginning.
új életet. New life. Jézus, bízom benned. Jesus, I trust you. Hiszek benned. I believe in you. Ments meg engem. Please save me. Ha életedben először hoztad meg ezt a döntést. And if you made that decision for the first time in your life, that's the greatest decision that you could ever make. És amint a gyülekezet imádkozik. And as the church is praying. Csak kérlek egy pillanatra tedd fel a kezed, ha tudjam, aztán tedd meg nyugodtan. Let me know. Szeretnék veled örülni. Put it back down again. I'd like to rejoice together with you. Is there anyone here who made that decision today? Csomagot, we would like to give you a little package that helps you start out in the way. Is there anyone today? Just raise your hand if you did that. And then you can put it down. Ennyi, Atyánk. Heavenly Köszönjük Father, neked. Thank you. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.